Tincs egy 3 éves keverék szuka kutya, aki a feje tetején lévő jellegzetes szőrzetről kapta a nevét. Mindig éber és szereti az embereket, az operatőrrel is szívesen ismerkedett. Jelenleg a 108 férőhelyes nyíregyházi állategészségügyi telep egyik lakója. De vannak itt bulltípusú kutyák is, akik szintén szeretetre vágyó arccal néznek ki a rácson, ha valaki közelebb lép hozzájuk. Zömében ugye közterületen kóborló kutyákról van szó, elhanyagolható 100%-ban gazdája által leadott kutyákról. Az örökbefogadás menete viszonylag egyszerű. Ha kilátogatnak a telepre, akkor arra szoktuk mondani, hogy a gazda és a kutya közt legyen meg a kölcsönös szimpátia. Ha az megvan, akkor egy örökbeadási szerződést követően, illetve egy olyan kutya esetében, ami még nincs kiivartanítva, egy ivartanítási kötelezettség vállalásával azonnal vihető. 2015-ben költözött a Szállási útra a telep, akkor még csak 54 kutyának volt helye. Azóta nem csak bővült a telep, korszerűsödött is. 2021-ben a kennelek külső kifutó része üvegszállal erősített poliészter hullámlemezből készült tetőszerkezetet kapott. Ezáltal a kutyák az időjárás viszontagságai ellen még nagyobb védelemben részesülnek. A komfortérzetük pedig most tovább nő a PCAS Állatmentő Egyesület adományának köszönhetően. Vannak olyan telepek, ahol a fenntartók egyáltalán nem tudnak a költségvetésből erre áldozni, és nagyon sok állatot mentünk úgy, jelzem, nem erről a telepről, hanem más telepekről, hogy megfertőződtek a rossz kutyaházak miatt, a fakutyaházak miatt, amit nem lehetett fertőtleníteni. És ezért találtunk egy olyan olcsóbb konstrukciós megoldást, amit adományokból, külföldi szervezetünk, partnerszervezetünk által gyűjtött adományokból, így szépen ilyen ötösével, tízesével ebrendészeti telepeknek tudunk adományozni ilyen házakat. Mi magunk is ezeket használjuk, leteszteltük, nagyon jól működnek, nagyon jól fertőtleníthetőek, hozzáférhetőek az állatok, már felnyitható a tetejük, és nagyon szépen lehet takarítani alatta, nagyon szeretnek rajta napozni, ülni, magasan vannak, kilátnak, tehát egy interaktív kutyaház gyakorlatilag, ami nyáron hűvös, télen pedig meleg. A 10 kutyaházat a dolgozók olyan kutyák kenneljébe tették, akik kistestűek vagy rövidszőrűek és a hidegebb éjszakákon jobban fázhatnak. Szöcske is jól láthatóan örült az új kuckónak. Tervezzük azt, hogy a következő télre újabbakat szerzünk be. De a telep abból a szempontból is jól működik, hogy ugye 108 ilyen kennelünk van, 10 négyzetméteres, minden EU előírásnak megfelel, korábban 30 darab egy négyzetméteres ketrec volt 2015 előtt, és 70-90 kutya között van, és minden évben a 100 fölötti az ivartalanítás, és ebben a hónapban, elmondta a telepvezető, 26 kutyát fogadta körökben. A telepen rendszeresen tartanak rendkívüli örökbefogadó napokat is, amikor hosszított nyitvatartással várják a leendő gazdikat, akiknek ivartalanítási kötelezettségük van. A nyíregyházi állategészségügyi telepen 2018 óta ivartalanítanak, az elmúlt években összesen 568 alkalommal végeztek ilyen beavatkozást.